Sziasztok, üdv mindenkinek! Nekem egy kicsit hangos a zene. Úgyhogy ezt magamnak kicsit lehalkítottam. Szóval üdvözlök mindenkit! Ez itt a vadi új Minecraft, legalábbis most frissített a térképet is, 1.13.1-re. 1.13.1, így van. És kevésnek érzem egyébként a magasat. A hangomon. Kicsit amatőr dolog, de ez így. Próbáljunk meg egy kis közepet adni inkább, és akkor több hangom van. Jó. Ez így szerintem jó lesz. Így, szóval a mai napon folytatjuk. Hello! Üdv a streamben. Szóval a mai napon szeretném folytatni Redstone számítógépet. Azon gondolkodtam, hogy mit lehetne itt most csinálni. És leginkább arra jutottam, hogy a stacket kellene megcsinálni. Hú, de rosszul van beállítva most úgy minden kb. Na jó, tényleg nem tudom, mi történt. Szóval, ugye legutóbb megcsináltuk a program betöltést, és most már tényleg láttuk, hogy jó, és tényleg kipróbáltuk. Viszont rájöttem, hogy egy valamit elrontottam, már úgy jó régen, tehát körülbelül egy évvel ezelőtt, az pedig ezek a zöld kábelek itt. Illetve ezek itt teljesen jó, hogy itt vannak. Ami a probléma velük, az, hogy ez így nem univerzális. Tehát most így el tudjuk dönteni, hogy melyiket akarjuk kiküldeni a címbuszra. Ugye ez az a lényeg, hogy ezen a zöldön fut össze mind a kettő, és gyakorlatilag ezzel a jellel választjuk ki azt, hogy a világos zöldet vagy a sötét zöldet akarjuk a zöld jelre kiküldeni, ami ugye kiválasztja, hogy hova akarunk, hogy mit akarunk megcímezni. És ez nem a legjobb megoldás. Ennél egy sokkal jobb megoldás jutott ma eszembe. Ugye itt nekünk vannak értékeink, ez ugye a bemenő, és ezek a kimenők így egymás alatt. Na most, hogyha itt a kimenőre állítanánk, hogy a kimenőket kötnénk be, gyakorlatilag oda, akkor akármelyik regiszter értékét be tudjuk küldeni, hogy ezt szeretnénk megcímezni. A probléma ugyanis a következő. Jelenleg, amit nekünk van, az egy address pointer, és egy instruction pointer, és ha minden igaz, ez itt a loop, akkor a másik irányban ez itt a flags, ez meg a stack pointer, és nekünk itt majd annyit kell csinálnunk, hogy ezt a stack pointert akarjuk majd kiolvasni. Most ugyanezt a dolgot meg kellene csinálnunk ide, csak még egy bitet kellene itt vezérlésre beállítani, ami arról szólna, és semmi másról, hogy ezt akarjuk, vagy a másik kettőt akarjuk. És ez így nagyon nem tetszik. Úgyhogy valószínűleg én ezt most át fogom írni. Jobb hiány. És annyit nézzünk még meg, hogy az egyes bit az hol van. Az egyes bit, az úgy látom, hogy a legszélső az alsóból. Ezt innen nem lehet rendesen látni egyébként. Így. Tehát ez a vonal a lényeg. És ez a vonal, ez oda jön. És ez valóban a legszélső. Szóval, ja. Ennél egy kicsivel jobbat tudunk csinálni akkor, ha most elrontjuk ezt az egészet, ami itt van. Úgyhogy most egy kicsi átépítés lesz, azt hiszem. Igen, mégpedig azért, hogy ide fussanak be a dolgok. Jó, szóval kell nekünk majd egy címző, azt feketével kellene jelölni. Illetve ezekből a jelekből, amik itt vannak, fel kell majd nekünk hozni egy adagot. Én azt mondom, hogy nem baj az, ha mi itt belelógunk egy kicsit ebbe a részbe.
Ez gyakorlatilag végig fogom húzni itt a... teljes hosszán a regiszternek. Nem mondom, hogy haszontalan lesz, amit eddig csináltunk, csak egy része. Szóval itt én el akarom hozni ugye a jelünket, amihez majd teszünk repeateröket is természetesen. És itt már egész biztosan az van rajta, amit mi akarunk. Jó, ezt okosan kell majd felvinni. És aztán ilyen négyes csomagokba összeállítani. Örültem volna, hogyha erre tudjuk elhozni a jelet, de ez valószínűleg nem fog működni. Ez a corner block itt minket nem nagyon zavar, illetve hát kicsit zavar, de annyira nagyon nem. És ugye a szokásost fogjuk megcsinálni. Hogy ez fusson be egy redstone torchba. A dolgunk annyi lesz, hogy ugye ilyen zölddel csináltuk a címzést, úgyhogy folytassuk is ezt, hogy ami itt jön jel, mondjuk, hogyha ide teszek egy zöld blokkot, az így nem elég magas. Itt nincs elég helyünk, haha. Szóval ezt nekünk valahogy meg kell oldanunk. És ez itt még csak az első bitünk. Szóval lehet inkább, hogy mi ezt arra fogjuk elvinni. Azt meg tudjuk csinálni, ami ugye korábban volt. Tehát gyakorlatilag így. Ide nem is kell már repeater. De ha ide tudjuk hozni ezt a jelet, ez így már működhet. Igen. Nem jó. Ez így nem jó. Ó, köszönöm Gyuluska 2005. Ej, szia! Szóval köszönöm szépen a follow-t. Nagyon kedves vagy. A probléma az ezzel, hogyha innen jönne a jel, akkor az nem működne nekünk pedig ez kell, hogy innen jöjjön. Szóval, amit meg lehet még csinálni az az, hogy ezt ide tesszük, ezt a corner blokkot, ezt innen el fogjuk tüntetni sajnos, tehát innentől szerintem ezt az összeadót nem fogjuk már copy-paste-elni egyáltalán. És hogy a retekbe legyen ez? Valószínűleg erre fogom felhozni a jelet. Akkor viszont nem itt lesz a torcs. Illetve nekünk ezt a jelet ráadásul negálni is kell. Szóval akkor még csak nem is így kéne ezt csinálni. Hanem lehet, hogy itt valami ilyesmi lesz. Egyelőre ezt tudom, hogy most építettük föl, de én ezt megszüntetem. Nem sok helyünk van itt, az a probléma. És ezt nagyon szeretném kompaktra megcsinálni, és jóra. Így. És így viszonylag egyszerű lesz majd az írást, illetve az írást, a címzést megcsinálni. Szóval pont az lenne a lényeg, hogy ez minél egyszerűbb legyen. Itt van. Kérdés az, hogyha ennek a tetejére teszek blokkot, akkor az nem jó nyilván. Jaj. Ott azt nem szabad elzárni, akkor ezt se zárjuk el. Itt még pont annyi hely van, amennyi jó, hogyha ezt így mindenhol így fogjuk csinálni. Viszont ugye... Jó.
nekünk ezt erre kell behozni, leszámítva, hogy ezt majd ugye invertálnunk kell ezt a jelet. Amit valószínűleg úgy fogok megcsinálni, hogy ez így nem jó, egyen lejjebb. Itt fogjuk invertálni, meg ezt is itt invertáljuk, meg ezt is, meg ezt is. Jó. Hozhatjuk a következő bitet. Most egyelőre csak ilyen dupla invertálást csinálunk itt, semmi mást. Tényleg egyel odébb raktam, mint kellett volna. És még egyel följebb, igaz? Uh-huh. És akkor ezt így kellene elhoznunk. Kettővel odébb. Remélem azért érthető, ha nem érthető, akkor nyugodtan kérdezzetek, és megpróbálok rá válaszolni. Jó. Ez a bit félő, hogy nem fog itt elférni. Az utolsó, de majd megoldjuk valahogy. Jó. A következő bitünk itt van. És hozzuk el ezt erre. Így. Így, és már is látszik, hogy itt már van helyünk. Szóval ez azért nagyon jó, mert itt tényleg lesz egy olyan helyünk, ahol a címzést meg tudjuk oldani valóban. Jó, itt még nincs baj. Még itt sincs baj. Itt sincs baj. Nagyon jó, mert hogyha erre rámegy a jel még, akkor ott nem lesz bajunk. És ide szeretnék tenni egy torcsot, és ugyanígy felhozni a jelet, ahogy azt már láttuk egy párszor. És akkor még egy, és akkor itt hozzuk el. Idáig. És valóban itt se használjuk azt a jó kis módszert, hogy hogyan lehetne ezeket a redstone jeleket rövidíteni. Szóval annyit kell majd csinálnunk, hogy valamilyen úton, módon, és az lesz cseles. Ez itt teljesen jó. Szóval ugye jelenleg azt megengedjük neki, hogy valami ki legyen válaszva, ott az jöjjön jel ide, de most ezt nem fogjuk megengedni a későbbiekben. Jó, az ott egy, nagyon jó, itt van négy. Ez így sokkal szebb lesz, ezt a vonalat megszüntethetjük itt majd egyébként, ezt teljes mértékig meg kell majd szüntetnünk, úgyhogy ezt itt el is zárom. És itt valami nagyon-nagyon hasonlót kellene megcsinálni ide.
gyakorlatilag itt ezt elzárjuk. Itt fel tudjuk hozni. Igen, és akkor itt hozzuk a következő jelet. Gyakorlatilag egymás fölött. Ami nagyon jó, mert itt nincsenek torcsok. És... egy, kettő... ó, igen. Így. Szóval ezekre fogjuk bekötni majd ezeket a jeleket. Ez volt az utcsó, igaz? Ez volt az utcsó, jó. Szóval ide teszünk egy torcsot. És itt ezt ilyen magasra kell nekünk felhozni. Ezeket kiütjük, hogy ezek működjenek. És itt pont elférünk, ez csodás. Ez igazán kiváló. Futtassuk be így, és... hú! Ez itt nagyon furán fut ez a jel. Jó, mindegyiket megálltuk. Én szerintem, hogy ezeket most már csak tényleg be kell kötözgetni. Jó, narancssárgáig kell felhozni ezt a jelet. Tegyünk ide mindenhova igazából. Így, gyakorlatilag ide kell felhozni. Ezt itt fogjuk elfordítani. Majd meglátjuk, hogy hol fogjuk elfordítani. Minden esetre ezt felhoztuk. Hogy itt a következő, amit fel akarunk hozni. Ó, Deacon, köszönöm szépen a feliratkozást. Nagyon kedves vagy. Ez az. Igazából, ha nem Redstone számítógép építő stream lenne, kitaláltam valamit, amit majd egy nem Redstone számítógép építő streamben fogok játszani, hogyha minden egyes új feliratkozó után 10 fekvőtámaszt meg kell csinálnom, csak most ez igen csak agymunka ahhoz, hogy ezt megcsináljam, úgyhogy ez nem ma fog bekövetkezni. Nem tudom, hogy viszonyultok ehhez. Na, hadd szenvedjek. A gyógytes is, mi? Na, szóval. Így jön tovább a jel. Gyakorlatilag itt végig kell hoznunk.
Ezt egy pár helyen újra kell majd gondolni egyébként, tehát az... az egészen biztos, hogy ez így, out of the box nem fog működni, hogy ezt itt átraktuk ilyenre, mert ugye jelenleg sosincsen, értve jelenleg mindig engedélyezve van az, hogy ez a jel fusson. Tehát, hogy így mindig, ami rajta van az első hogy hívjákunkon, az első kimeneti buszunkon, az mindenképpen meg van címezve a memóriában, és ez nem jó, ez így nagyon-nagyon nem jó. De ezzel ellen majd fogunk tenni dolgokat. Hamarosan. Ugye erre lesz egy processzorláb, ami kifejezetten akkor fog nekünk működni, hogyha akarunk memóriát használni. Amit egyébként könnyen le lehet venni arról, ami nincsen bekötve jelenleg, illetve talán valahova bekötöttük már az egyiket, hogy ahogy ne írjunk fölöslegesen, amikor nem akartunk írni a memóriába, csak regiszterbe. Szépen befejezni egy redstone vezetéket. Jó. Igazából meg tudjuk oldani egyszerűbben ezt a dolgot. Ezt a jelletiltás bigyót. Itt ez nem elég, ide kell még egy repeater. És akkor ez így már befut mindenhova, hova kell. Úgy itt alul nagyon egyszerű dolgunk van. Mert ennyit kell csinálnunk. És akkor ugye ezzel tudjuk vezérelni, hogy akarunk-e olvasni az alsó 4 bitről, viszont a felső 4 bitnél nincsen annyi helyünk, hogy ugyanezt megcsináljuk, ha csak nem visszük följebb az egészet, amit egyébként megtehetünk. Ugye semmibe nem kerül. Úgyhogy szerintem csináljuk ezt. Át kell menni a jelnek ugyanúgy, és át is megy a jel. Szóval gyakorlatilag nekünk minden jelet ide kell felhoznunk. Úgyhogy akkor problem solved. Annyit kell csinálnunk, hogy ez itt így. Így ez itt tökéletesen átfolyik rajta. Csinálunk helyet, ha nincs. Nem, nem akartam leesni. Tökéletes.
És ezek alá kellenek a redstone torcsok. Ide jönnek a repeaterök. És ide jön a redstone vezeték. Ami nem jó, mert itt ez... Aha. Ezt így le kell cserélnem, és ez így még jó mindig. Vagyis nem tudjuk, hogy jó-e. Szerettem volna oda bejutni. Így. És mivel nincs ott sehol repeater, ezért ez így működik is. Ugye ezt ki kéne már csak próbálni. Ez így nem fogja a repeater visszatenni, ugye, a jeletre? Pont torcs, ezért nincs nálam lever. Jó, nézzük. Mindenhol nullának kell lenni a végén, hát itt nem nulla van a végén. Mert ez a jel nem elég hosszú. Azért nem elég hosszú, mert ide kell a repeater. Így most már ott is nulla van. Jó, ezt meghosszabbítottuk. Kérdés az, hogy elalszik-e. Igen, elaludt mindenhol. Nagyon jó, szóval itt van egy processzor lábunk, amit nekünk most be kell tölteni. Illetve be kell kötni, nem tölteni. Jó. Ugye a probléma az, hogy itt van ez a adag kábel, amit így le kellene rombolni. Én ezt nem vagyok benne biztos, hogy ezt most le fogom rombolni. Mert ez elég hosszú idő lenne, ezen végig menni. Viszont... Ezt, ami itt van, ezt lehet, hogy meg kellene szüntetni azért, hogy ez átláthatóbb legyen. Ugye ez a zöld vonal az, amit mi alapvetően ki akarunk innen iktatni. És ehelyett kellene nekünk az, hogy... Ja. Szóval ezt a zöld vonalat én egyszerűen elvágom itt, ahol csak lehet. Ez itt mi volt? Ez itt befutott ide, mert... Ja, mert hogy ez az, ami... Na, várjatok. Tehát innen jön a jel, és ez csinálja azt, amit mi most ugyanezt csináltunk. Igen, tehát itt az egyik, tehát két helyen van összesen ez, ennek itt négy torcsa van, igen, az alsó négy bit. És kell a felső négy bitre is egy ugyanilyen. Ami ott van, igazából teljesen mindegy, hogy ezen jön áram vagy nem. Szóval ezt akár hagyhatjuk is így. Lényeg az, hogy ezt valami teljesen más lesz ennek az értelme. Ja. Én ezt ugyanezzel a zölddel fogom végighozni. A probléma az, hogy ez jó messze van mindentől, kb. Ez a jel. Úgyhogy ezt itt fogom végighozni, itt felül. Mivel alul nem sok helyünk van. Egész biztosan el kell hozni itt. Ugye ez a vezérlőegységből fog jönni ez a jel. Lehetett volna, hogy helye jobb.
egy ilyen jobb helyről hozni ezt, de mindegy, most már így hoztuk. És... Ényni. Így, és innen lefele kell hozni majd a jelet nekünk, szóval ide kell még egy repeater. És ez így működik, ugye? Hogyha én itt ezt így teszem. Nem, ez így nem működik, csak ha ide teszek egy blokkot. És ez egy negált jel, ami itt van. Mert alapvetően... Dehogy is, nekünk ezt tiltanunk kell alapból. Szóval ez így a jó, mert így van engedélyezve. Így használjuk a memóriát. Jó. Szépen vezetéket hozunk megint. Igen, ezt korábban meg tudnánk csinálni, mert lenne elég helyünk itt, akkor nem kellene ezt ilyen hosszan elhoznunk. És szerintem ezt elhozhatjuk akár a végéig a regisztereknek. Csak hogy itt ezt le tudjuk hozni ilyen lépcsővel. Ezt az U3 ez nem fog látszódni itt. Viszont így elég közel vagyunk a processzorhoz. A processzor lábakhoz. És szerintem én ezt ennyire hoztam, és kész. Jó, hozzuk egyel följebb. Ezt nekünk itt végig kell hoznunk, sajnos. Igazából ennél kijebb nem kell hoznunk. Én erre most teszek egy ilyet. És itt ezzel a módszerrel csináljuk, mert itt fontos az, hogy megspóroljunk akár egy repeatert is, már pedig egy repeatert meg fogunk itt spórolni ezzel. Nagyon jó, így fel tudjuk hozni a jelet a tetejére. Nem kell hosszabbítani. Na itt már kell hosszabbítani. Jó. És akkor innentől csak a repeateröket kell lepakolni. Jó, és eljutott a jel ide, és ettől deaktiválódik az az adag, torch, meg ez is. Nagyon jó. Jó, van egy szép hosszú jelünk. Ja, egyébként Commodore 64-es pólóban vagyok. Mai vétel, úgyhogy nagyon örültem neki, amikor megláttam a boltban. Jó. Most rá kéne jönnünk, hogy mikor mit csinálunk.
ami nagyon nem lesz egyszerű abból a szempontból. Igazából ebből a kábelből is kellene egyet levinni oda valahova. Hogy itt ugye az, hogy mit, melyik művelet mit csinál. Most itt van a könyvünk, amiben benne van. Ugye a loadot, store-t akartam megcsinálni ma. Illetve még lesz majd olyan, hogy a push, pop. Hát push-al, pop-al valószínűleg nem lesz. Szóval... ja, most tényleg elgondolkodtam azon, hogy kellene ezt megcsinálni, mert mint eddig is sokat gondolkodtam rajta, nyilván. Ez tök jó, hogy itt van ez a kábel, amit nem használunk, de majd ez is meg fog változni. Szóval... kezdjük a program betöltéssel, mert mindig az az, amivel szenvedünk. A program betöltés... először ugye meg akarja növelni a regiszter értékét. Ehhez nincs szükségünk semmire az égvilágon. Nem kell, hogy az meg legyen címezve. Ó, de hogy nem kell. Nem tudom, ez így működni fog-e. Ugye azt csináljuk, hogy ezzel kiválasztjuk a címet, hogy ezt szeretnénk kiküldeni. De itt nem a címbuszra akarom kiküldeni ezt amúgy, by the way. De ennek elvileg kell legyen itt egy olyan speciális lába, mondjuk ez az az arany, ami ki fogja nekünk küldeni a jelet. Tehát ez olyan, mintha megcímeztük volna. Hello, üdv! Remélem köszönésnek szántad és nem másnak. Ha igen, akkor lehet, hogy timeout-olni fogok érte. Köszönöm szépen a follow-t is. Igen, ez bizony olvasásra akarja kijelölni, mégpedig a megfelelő helyre. Nem az, ami elvileg szükségtelen nekünk, de igazából annyira nagyon nem. Szóval azt meg tudjuk csinálni, hogy az első lépésben... jó, nézzük, vegyük sorra, hogy mit csinálnak ezek a dolgok. Szóval első lépésben betöltjük a... összeadáshoz szükséges dolgokat, vagyis azt, hogy egy, meg magát a regiszter értékét, majd küldünk egy írást az eredménnyel. Ó, ó, hogy törölték. Sajnálom. Láttam, hogy volt egy unfollow-om, de lehet, hogy az azért volt akkor. Szóval itt történik ez, és utána jön a lényeg, hogy kiválasztjuk a címet, és betöltjük a megfelelő helyre. Szóval nekünk ezen a ponton, amikor ez ég, akkor kellene ezt a zöldet aktiválnunk. Úgyhogy ezt tegyük is meg itt. Ez tök jó, hogy itt van. Ennek így működnie kell. Elvileg így a programbetöltés ugyanúgy működik. Jól mondom, srácok, mert ennek mindaddig égnie kell, amíg ez ki nem villan, ami azt jelenti, hogy beírjuk a regiszterbe az értéket. Tehát itt már akár nem is kell nekünk olvasni a memóriából. Szóval ez így jó. Ez így be kell, hogy tudja tölteni a programot. Én egész biztos vagyok benne, hogy ez működni fog így. Redstone számítógép épül 8 bites, és múltkor arra jöttem rá, hogy itt csináltunk ilyen shortcutokat ezzel a két zölddel, ami jó hosszan megy, és csináltunk egy jelet, ami ott megy, ami azt dönti el, hogy jó, akkor most ez a baloldali vagy a jobboldali legyen kiválasztva, és amely ki van választva, az rámegy erre a zöld jelre, és ez az, amit most elvágtam, mert azt csináltam, hogy így is úgy is kell nekünk kiválasztani nem csak abból a kettőből, hanem akármelyik kettőből, hogy az gyakorlatilag dereferálva legyen. És ezért csináltam meg azt, hogy amit kiküldünk itt az egyesre, és küldünk egy jelet azon a zöldön, amit láthattál az előbb, ami itt ide fut be,
akkor az ki van választva, és így ezáltal meg van címezve. Jó, az jó. Az a jel, az jó, hogy ott van. Szóval azon gondolkodom, hogy ennek így most működnie kell. Más kérdés, hogy ami nem fog működni, az minden más. Tehát ugye nekünk itt van két add. És ebből az egyik add az, ugye mindig egy regiszterhez adunk hozzá valamit. És kérdés az, hogy a regiszterhez mit adunk hozzá? Most ezzel az a probléma, hogy ez pontosan attól fog függeni, mit fog tudni, bármit, amit egy normális számítógépnek tudnia kell, illetve amit egy számítógépnek tudnia kell, szóval összeadni, kivonni és programot végrehajtani, egyéb műveleteket, logikai műveleteket, tehát igazából ez, amit itt látsz, ez csinálja azt, hogy ha van egy utasításod, akkor értelmezi, hogy az az utasítás minek felel meg, és itt látod, hogy ahol itt ilyen nem világít, ez az utasítás van éppen kiválasztva, és rá van írva, hogy ez itt egy XOR, tehát ez egy kizáró vagy műveletet fog végezni abban a pillanatban, amikor ide ér a jel. Amikor ez felvillan, akkor ezen megindul a jel, és ugye legutóbb ezt csináltuk, hogy itt megy. Tehát igazából elvégzi a műveleteket, amiket adsz neki. Lehet rá programot írni, ott van az a gyönyörűséges memória, abba beírod, amit szeretné a programot, és azt ő végrehajtja. Nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon-nagyon komplex. Hadd gondolkozzam még egy kicsit, szóval azt szeretnénk, hogyha... De ez nem baj, hát memória címről amúgy se tudunk összeadni. Tehát nincs olyan, hogy egy memória cím értékét akarjuk mi összeadni valamihez. Tehát az egyetlen dolog, amihez kell ez, meg még egy pár dolog, az a load és a store. Tehát ez a számítógép jelenleg pont ugyanúgy működik, mint ahogy legutóbb, és ezt megoldottuk gyakorlatilag 9 kábel bevezetésével. És azt a... kikötöttük azt a 16 kábelt, szóval azért ez egy elég erős optimalizáció volt, ha úgy veszük. Jó. Én nagyon remélem, hogy ez működik, majd mindjárt meg fogjuk nézni. Illetve nem tűnik annyira lagosnak most egyébként, ugye 1.13.1-ben vagyunk, és talán valamit szöszöltek a redstone-nal. Gondolkodjunk, a nop az biztos nem fog kelleni, a resethez fog kelleni az írás, nem, ahhoz nem kell. Igazából a resetet nagyon egyszerű lesz bekötni, mert ott van egy reset bigyó, ami meg is csinálja tényleg a resetet. Igazából nem tudom, hogy jó-e, hogy van ilyen utasításunk, hogy reset. Tehát ez teljesen fölösleges. Itt van a load és a store, amihez mindenképpen fog kelleni ez az új kábel. Ezek itt a bináris műveleteink, az add, sub, sub, ugye kettesével vannak ezek, ez az or, ez az or, ez az end, ez is egy end, ez itt egy kizáró vagy, ez itt egy kizáró vagy, ez itt egy CMP. Ehhez sem fog kelleni azt, hogy a memóriához nyúljunk, ehhez sem kell a memóriához nyúlni. Az inthez sem kell a memóriához nyúlni, a neghez szintén nem kell a memóriához nyúlni. A jumphoz, de ott majd fog kelleni. Tehát ezek már itt a vezérlő utasításai. Ez a loop, ahhoz sem kell majd a push. Igazából nagyon hasonló a push a loophoz. Tehát ez itt tök jó, hogy egymás mellett van. Oké. Jó van, ahogy jól esik. Szóval a pust és a popot akarjuk most megcsinálni. Lehet, hogy bemelegítésként most egyelőre rezeteljük le a gépünket. A debugot azt kapcsoljuk le. Mindenképpen. Nyomjunk egy soft resetet. Mindenképpen. És nem tudom, hogy így a debug működik-e, vagy így nem működik. Ezt sajnos nem írtam fel legutóbb sem. És volt ezzel szenvedés, hogy azért nem csinálta meg, mit kell neki, mert gyakorlatilag a debug be volt kapcsolva, és akkor ugye nem hagyja végre az utasítást. Ez így jó.
Jó, így most a debug ki van kapcsolva, szóval most szoftverezetelve volt. Nincs más dolgunk, mint megnyomni a gombot, amit igazából itt is megnyomhatunk. És amit szeretnék, igazából látni fogjuk, hogy történik-e bármi. Nyomjuk meg a gombot. Itt a gomb. Nem ezt a gombot nyomjuk meg, ezt a gombot nyomjuk meg. Így. És ez most elkezdi betölteni a programot, ami itt történik. És akkor csináljuk jól, ha itt majd látjuk, hogy ki van jelölve az egyes. Ugye látjuk, hogy jelenleg a nulla van kijelölve ott. Jó, dolgozik a redstone, érzem. És nagyon reménykedünk benne, hogy egy percen belül ki fog gyulladni az egyes, aztán a kettes, aztán a hármas. Mert ez azt jelenti, hogy akkor működik, és tényleg megcímeztük, amit akartunk. Én még reménykedem benne, hogy ez működni fog. Ott valami történt. És nem hinném, hogy jó dolog történt egyébként. Most éppen írunk a memóriába, még pedig a nullás rekeszbe, ami nem jó. Vagy nem, az egy olvasás volt. De az baj, hogy a nullás volt ez. Tehát ez egyelőre nem működik. Igazából amikor ott azt a sárgát kijelölt, jó, ez így nyilván nullát fog végig csinálni, szóval ez így teljesen rossz. Ez így teljesen rossz. Igazából nem feltétlenül teljesen rossz. Oké, ez a jel ott fura volt. Itt látnunk kéne azt, hogy ez azért növekszik valamelyest. Mennyi van most ebben a regiszterben? Ezt elég nehéz eldönteni, értve itt pont rálátunk. Ez itt a nullás, tehát van benne egy egyes, meg egy kettes. De ebben már három van. Jó, csináljunk egy soft resetet, és remélem, hogy megállt egyébként a számítógép. Far Cry hány FPS-sel fog futni rajta, nem fog futni rajta. Tehát ez egy teljesen más architektúra. Igen, megállt a számítógép. Jó, nyomjunk még egy soft resetet. És próbáljuk meg lekövetni az itt történteket. Itt van a soft reset. És az az kérdés, hogy amikor ezt a zöldet mi bekapcsoljuk, ezt a világos zöldet, itt van. Pont akkor kellene ennek a sötét zöldnek is aktivizálódva lennie, és ez teljesen jó így. Elméletileg. Annyit csináljunk, ezt itt lekapcsolom. Megnézem, hogy mi van most a regiszter értékében. Elvileg most nullának kell lennie. Ugye ezeket a középső torcsokat kell figyelni. És valóban nulla van benne. És induljon a banzáj. Azt kellene látnunk. Igazából jöjjünk ide. Így most mindent látunk, látjuk, hogy van benne egy egyes, és most kellene olvasnunk. És ez itt tök jónak nézett volna ki, ha... Jó, azt nem látjuk, hogy mi van azokon a jelek, de látjuk, hogy mi van ezeken a jeleken. Hogy ne látnánk, nem jó van rajta. Ez az eredményem van,
Ezeket a kígyókat szín alapján jegyzem meg. Szerintem mi a probléma? A probléma az... Pontosan az a probléma, hogy jelenleg nem jelöltük ki. Ja, most ez így nem is léptetődik, szóval ez így nagyon-nagyon jó. Tehát elvileg nullának kellene ebben a memóriában lennie most. Ebben a memóriában nem nulla van, hanem egy van, akkor nem, ez megint három van benne. Ami jó, mert ugye háromszor akartuk léptetni, és háromszor léptettük is. A probléma az az, hogy nem a megfelelő csatornára érkezett nekünk az eredmény. Ugye nekünk azzal, hogy ez a sárga ki volt jelölve, a sárgára kell nekünk küldeni itt is. Tehát azt nem ússzuk meg a sárgát, itt ezt az aranyszínűt, bocsánat, nem is aranyszínűt, hanem arany vonalat. Ezt az arany vonalat kell nekünk még innen is. Ide tegyünk egy repeatert. Csak azért, hogy innen a jelet el tudjuk hozni. Jó, én ezt a jelet innen el fogom hijackelni. Ez így most kicsit confusing lesz. Ez a szín kombináció. Így. Jó, akkor nyomjunk ezen egy resetet. És nagyon remélem, hogy ez így már működni fog. Ugye a probléma az volt, hogy nem küldtük ki konkrétan a jelet. És így persze, hogy nullán maradt. Jó, mehet a start. Igazából nem repüljünk nagyon magasra, mert itt kell nekünk majd látnunk azt, hogy mi történik. Ahhoz képest egyébként tényleg elég gyors a program betöltés, hogy mennyit várunk. Ó, ez nem jó. Tehát még mindig nem történt meg, amit szerettünk volna. Kérdés, hogy miért nem? Ezeket kell figyelni. Itt ide kerül a jel. Jó, én azt fogom csinálni, hogy ezeket most állandóra bekötjük. Jó. Még megvárjuk a harmadikat is, hogy befejezze. Ez így most a nullás byton levőket fogja betöltögetni nekünk csak és kizárólag, semmi más nem csinál. Amit szeretnék látni, az az, hogy amikor ez ég, igazából tudjuk itt követni, itt van, azon van jel. Ja, ezt kikötöttem. Hát ezt kikötöttem a múltkor, hát ez a baj. Jó, adunk neki még egy esélyt. Most már amúgy is befejezte a műveletet. Ugye nyomunk rajta egy soft resetet. Ezt beírta. És nyomunk egy startot. Megint elkezd veszettül tekerni. Hello, Bali! Üdvözöllek! Miért jöttem ide föl, amikor le akarunk ide jönni, és megnézni, hogy betöltődik-e a memóriából, amit akarunk. Jó messze vannak ezek a dolgok. Mintha láttam volna valamit pislogni. Nem jó, mert megint nulla van. Ez egy nagyon hosszú olvasás. Jó, véget ért az olvasás. Ez nem fog változni semmit. Azt kéne látnunk, hogy itt a felső jelre van kiküldve, és nem oda, az alsóra van kiküldve. Ó, ez az alsóra küldi ki! A rendes nevem Tibor. Az a baj, hogy ez az alsóra küldi ki nekünk, meg a mi meg a felsőn várjuk a jelet. Ezt elég könnyen meg tudjuk oldani. Ha ez a sár aranyjel,
Ez nem a világos zöldbe futna itt be. De hát ez a sötét zöldbe fut be. Na várjál, itt van a sötét zöld. Ez villog valamiért. Nekünk... Ne esd le, kérlek. Ez a jel... Ó, hogy nekünk tényleg itt az alsóba kell. Jó, akkor az alsóba kell küldeni, és nem a felsőbe. Ennyi. Jó, ezt cseréljük le. Így van, Tibromatika nevem. Így. Na nézzük. Én most nagyon izgulok, hogy ez működjön. Szerintem ez működni fog már így. Mert láttuk, hogy a jel ott van, csak valamiért nem volt hajlandó kijelölni, ezért nagyon valószínű, hogy ezért nem volt hajlandó kijelölni. Nyomunk egy szoftverezetet, először is be is írta. Nyomunk egy startot, és nagyon sietünk, hogy odaérjünk. Az olvasásokra. És... Azaz. Azaz. És most olvasunk. Gyerekek, működik! Srácok, nyugi, nincsen baj, csütörtök este van, nem kell itt izmozni. Béke van, szerintem megkapta mindenki az információt, amit akart. És szeretném látni, hogy a kettest kijelölöd. Hogy ki van jelölve a kettes, és ki van jelölve az olvasás. Ugye ott azt a jelet kell figyelni, amikor az a jel van, amire most mutatok, az az olvasás, és ez mutatja, hogy melyik bit van kijelölve, és mindjárt a harmadikat is kijelöljük. És amikor az ki van jelölve, akkor is kell még egy olvasásnak lennie, de ez innentől már működni fog, szóval... Egy kis baki volt vele, egy órát elszenvedtünk, így... Ki van jelölve a hármas, most már tényleg ki van jelölve, és jön az olvasás. Ott jön az olvasás, nagyon jó. Jó. Szent a béke, srácok? Remélem. Nem szeretek nagyon fegyelmezni, bár muszáj lesz egy idő után hozzászoknom. Jó. Ez megvan, és akkor most itt látjuk, hogy amit jelenleg végrehajt a program, az a kizáró vagy. Továbbra is, igen. És le is állt a program, egyébként. Tehát ezt így most megcsináltuk, és ja, ez így le is állt. Vajon miért állt le? Mi van nekünk? Miért nem megy ez a következő utasításra? Sejtem, miért nem megy. Nyomjuk meg ezt a gombot. Igen. Jó. És nézzük meg, hogy visszafut-e a jel itt a feketén. Gyanítom, hogy de visszafut a jel a feketén, de nekem ez rövidnek tűnt. Nem. Tölti a következőt. Akkor mégis be van kapcsolva a debug. Tehát ez így most azért nem hajtódott végre. Mert igen, most ki van kapcsolva. Jó, nem megyünk tovább. Jó. Jó, valóban, tehát én néztem be, a debug be volt kapcsolva, és ezért a kizáró vagy ott nem hajtotta végre, csak betöltötte. De most már látjuk, hogy megy a következőre, ugye itt látjuk a betöltést, hogy most még egyelőre az magát azt tölti be, hogy
mit akarunk végrehajtani, itt az első paramétert, ott meg a második paramétert. Tehát most töltjük be az első paramétert. Ugye most olvastuk a címet, most beleírjuk az egyen megnövelt címet, és az egyen megnövelt címet akarjuk ilyenkor a memóriára ráküldeni, amit ugye most történik, és mindjárt kiküldjük az olvasást. És ki van küldve az olvasás? Illetve az olvasás is ki van küldve, és az írást azt akkor küldjük be. És most már megyünk a harmadikra, szóval ezt ugye háromszor megcsináljuk, és akkor benne van a következő utasítás. A következő utasítás pedig... Mindjárt meglátjuk, hogy micsoda. Az egy HLT, tehát gyakorlatilag le is áll a számítógép, ha végrehajtotta azt a kizáró vagyok. Jelenleg ez van a programban benne. És ezt mindjárt látjuk is egyébként, tehát most már be van töltve a program, a debug az be van kapcsolva, ezért nekünk kézzel kell elindítani az utasítást, ugye ezzel a gombbal. Így, és ez nem fogja beindítani azt, hogy betöltsük a következőt, mert soha nem kapjuk vissza a feketén a jelet. Ugye a feketén visszakapjuk a jelet, akkor történik a következő programnak a beolvasása. Jó, tehát ez így működik. Azon gondolkodom, hogy hogy kellene ezt csinálni. Ugye olyan utasításunk nincsen egyelőre. És legyőrezett helyet fogjuk ezt megcsinálni. Hogy valami konkrét értéket szeretnénk valahova beírni. Hanem ugye arról szól a load meg a store, hogy a memóriából kiolvassunk regiszterbe. Illetve a regiszterből eltárolunk memóriába adatot. És ez nem ad nekünk lehetőséget arra, hogy konkrét adatot rakjunk be. Úgyhogy szerintem ez a reset, ez set lesz. Ebből a projektbe több mint 2 éve kezdtem bele. Egyébként Statistics... Hovan time played? Sneak time az 3 óra. Nem látom a time played-et. Most már nem itt van? Vagy csak vaksi vagyok? Nem tudom. Szóval most már nem látjuk az uptime-ot, de jó. Köszönjük, Mojang. Szóval ez lesz a set. És a setben szeretnénk azt megcsinálni, hogy egy regiszter értékét be akarjuk állítani valamilyen konkrét értékre. Ehhez nem fog kelleni még a memória. Ehhez annyit kell csinálnunk, hogy a regisztert azt megkapjuk. Ugye az op 1 van ráküldve arra, szóval igen, és ami a kéken, ami ezen van, azt össze kell nekünk valahogy kötnünk. Hogy működik ez? Várjatok. Ja igen, annyi lesz a feladatunk, hogy küldjünk egy jelet, nem. Ilyen nincs. Szóval nekünk itt konkrétan egy szám van. Ezt a számot, ami itt van, ezt szeretnénk mi kiküldeni, vagy a felsőre, vagy az alsóra, igazából teljesen mindegy. Szeretnénk
vele egy nulla műveletet végezni, vagyis hogy az értéke az kikerüljön ide, és szeretnénk ezen kívül azt, hogy itt a kéken úgy is megjelenik az adat, és a sötét kéken, és a sötét kéket szeretnénk ugye aktiválni, ami ha jól sejtem, akkor ezzel fog történni. Nem ezzel lesz, ez felülbírálja, ez nem az. Tehát a kék, sötét kék, az így is úgy is ki fog jelölni egy regisztert. És mi ebbe írni szeretnénk, ami azt jelenti, hogy egy írásvonalat kell nekünk engedélyeznünk, és nagyon jó, mert a világos kék az önmagában nincs ide bekötve. Amit, hogy persze, hogy be van kötve, de ugye csak abba. Lehet, hogy nem a legjobb, hogy ez így van, de ezzel nem lesz semmi baj így. Tehát nem a világos kék által mutatottat akarjuk kiírni, hanem konkrétan a világos kéknek az értéket akarjuk ráküldeni. Ami olyan szempontból egyszerű lenne, hogy azt csináljuk, hogy ráküldjük hadd gondoljon végig, bocsánat, szóval kijelöljük olvasásra ezt a regisztert. Az ki fogja küldeni nekünk a jelet az olvasón, ami be fog jutni oda, ami ha valamit bekapcsolunk, akkor ide el fogja küldeni, és ez nagyon jó. És azt szeretnénk, akár ezt fel is csaphatjuk egyébként, de nem fogjuk felül csapni. Gondolkozom, hogy hogy lenne ez jó, ha... Igen, ez egy picit komolyabb, mint két csapóajtó vezérlése. Ezzel néhány ezer csapóajtót tudunk kezelni egyszerre, illetve tudunk neki mintát mondani, hogy milyen módon csapkodjanak. Ha én a kettesre küldöm ki, az vagy nem tudom azt megcímezni azzal. Nézzük meg, milyen olvasójelünk van itt. Nem egyszerű ilyen dolgokat csinálni egyébként, nem egyszerű. Agymunka. Meg lefárasztja az embert, szóval... Itt jön ez a négy jel, ami befut oda. És ezt semmivel nem engedélyezem, nem úgy, mint itt, ahol az írás és az olvasás van külön-külön. Ez a sárga jel, ez minket nem érdekel most. A kék által, a sötét kék által mutatottba írunk, az a legegyszerűbb, mert annyi, hogy a narancssárga jelet aktiváljuk, és kész. Ennyi, semmi más. A probléma az azzal van, hogy valahogy nekünk ki kell olvasni ezt a jelet, ami azt jelenti, hogy a sötét kékbe be kellene tölteni nekünk először azt a jelet. Nem az, mert ez kiválaszt konkrétan. De, ez az. Pontosan ez az, mert nekünk az kell, hogy kiválasszuk a sötét kékre, akármi van itt, a világos kéknek a regiszterét. Amit úgy érünk el, hogy ezt a két sárgát egyszerre aktiváljuk. Tekintet nem kezdtem el.
szóval nem nagyon akarom folytatni, de egyébként lesz majd még modded Minecraft. Szóval ezt a, mind a két sárgára nekem kell jelet küldenem első körben, és azt ki kell olvasnom, szóval kell egy olvasói jelet küldenem. Lássunk neki, azt mondom. Szóval ez itt a reset, ami most már set. Baluka, köszönöm szépen a follow-t. Itt is valami ilyesmi kellene, hogy ez a sárga, ez kapjon itt jelet. A sárga jelet kap. Ó, de jó, hogy erre nem hoztuk el. És a sárga vissza az a legvége lesz. A barna az az utolsó előtti. Szóval nekünk a barnát kellene itt most megragadnunk. Ezeket innen töröljük ki. És szeretném ezt a sárgát továbbhozni itt. Tessék. F3. Én itt nem látok játszott napok számát, meg napszámot, meg ilyeneket. D0. Az a baj, hogy most lett a map konvertálva. Szóval nem működik sajnos ez így. No, csináljunk valami hasonlót, mint amit itt csináltunk a többi ilyen bigyónál. Igen, az a baj, hogy konvertáltam el most így vadonatúj Minecraft. És azt konvertálni kell. Jó. Itt ezt le lehet bontani. Ups, nem ezt akartam. Nem baj, azt is meg kell majd csinálnunk. Szóval... Jó ég, hogy van ez? Na ez alatt nem repeater van. Jót építek? Jót építek. Jó, ide kell nekünk gyakorlatilag... Mi van? De miért küldtük? Ja, mert ez ténylegesen a reset jel. Na, ezt mi nem akarjuk egyébként. Tehát ez így szó se róla, tehát nem akarjuk a memóriát így resetelni. Azt majd a mérnöki pultról megcsináljuk, de az, hogy valami program azt mondja, hogy ó, akkor én most resetelek, ilyen nem lesz. Yeah. Legfeljebb IO művelet. Na szóval, mi van? Ha erről jön le, ezt így értem. Így, ide csinálunk egy memóriát. Így, itt most van egy memória. Azt akarjuk, hogy amikor ide visszajön a jel, ugye, ha ez áramot kap, egyelőre zárjuk ezt el, akkor átbillen oda, és ha ez jelet kap, akkor átbillen oda. Jó. Nagyszerű. Ha innen jel van, hogy csináltuk ezt itt meg? Úgy csináltuk, hogy itt lejön a jel, és befut ebbe. Ami egy kiváló elképzelés. Így. Szóval ez amikor végez, akkor ezt deaktiválja. És ez így nekünk teljesen jó. Ha innen le tudjuk hozni a jelet, már pedig innen le tudjuk hozni a jelet, de tegyünk egy repeatert is, mondom, tegyünk egy repeatert. Itt van lehetőségünk dolgozni.
és pontosan mit akarunk. Tehát ez már a leges legvége, itt már minden megvan. Én még szeretnék egy, még egy jelet ide. Mégpedig erről, ha lehet. Én ezt zölden jelölném valamilyen oknál fogva. Ez így nem jó. Ez így nagyon-nagyon nem jó ötlet. Igazából, ha ide teszem a repeatert, akkor az már egy fokkal jobb ötlet. Nem, ez így se jó ötlet. Ez így nagyon-nagyon rossz ötlet. Nem. Jó. Stuff happens. Így. A probléma az, hogy ez most nem kapott áramot, szóval akkor gyere kapjál áramot. Jó, és akkor ez valamit csinál, mit tudom én. Nem akartam ezt elrontani, de sikerült. Így. Szóval azt mondtuk, hogy zöld. Visszaállt, visszaállt, jól van, valamit csinált, még valamit dolgozik, nagyon a számítógép. Lefagyasztottuk, rövidre zártunk egy áramkört, amit nem kellett volna. Szóval az egész nyugodtan lehet most már itt megint. És ide befutott a jel. Ez egy nagyon rövid jel lesz itt. Nincs hang. Miért nincs hang? Milyen szempontból nincs hang? Se játéknak nincs hangja, vagy csak mikrofonodnak nincs hangja? Vagy... mi a probléma? Mivel streamelsz egyáltalán? Milyen programmal? Ezt így elég nehéz ennyiből megmondani, hogy mi lehet a baj. Oh. Hello. Nekünk a barnát is... Aj. Jó, ez tök fölösleges volt megcsinálni. Szóval barna jelet is hozzuk el itt. Esetleg fölötte tudnánk elhozni még azt. Mondjuk ide teszünk egy repeatert. Na, szeretnénk azt megcsinálni akkor, hogy ez itt a set, hogy először is, ugye mivel be van töltve minden, amit kell nekünk itt csinálnunk, az az, ezt akár sárgával hozhatjuk is, hogy ezt a két jelet, ami itt van, ezt a két jelet, ezt valahogy nekünk be kellene aktiválnunk. Ennek a legegyszerűbb módja az az, lenne, hogy ide tennék egy redstone torcsot. Ez annyira nem működik, mert van mellett egy másik kábel. De itt már nincs mellette kábel. Helyette másik kábel van itt. Jó, ezt jelöljük barnával. Én itt valami ilyesmit képzeltem el. Mind a kettőben megy egy repeater.
Mondjuk akkor már egyel odébb menjen. Ó. Mi lenne, ha csinálnánk egy olyat, hogy slabeket teszünk le? Ugye a slaben csak fölfele tud terjedni a jel. Így. És akkor most szeretnék egy barnát, nem így gondoltam, de nem baj. És ezt a barna jelet akarjuk mi ide felhozni. Ez így nem működik, így működik. Így. Mi ott vagyok szemüveges, igazából nagyjából egyetem eleje óta, vagy középiskola vége óta inkább mondjuk úgy, szóval már több mint 10 éve. Sokkal több mint 10 éve. Ja. Szóval amikor ebbe áram kerül nekünk, azt simán el tudjuk hozni oda. Igen, tudom, hogy ez így túl hosszú lesz. Debug az most be van kapcsolva, ami nagyon jó. Mert nem akarunk igazából a következő utasításra menni. Illetve nekünk, mi nem küldünk eleve vissza semmit itt, hogy kellene nekünk a következő utasítás. Ó, ezt le kell kapcsolni. Így, ezt a jelet látjuk, hogy itt van. Így. És akkor így most azt csináljuk, hogy ami ebben van jel, azt kiküldjük oda. És ha itt visszajön a jel erről, erről nem fog visszajönni a jel. Miért nem fog erről visszajönni a jel? Valószínűleg azért, mert... Így, még egyszer nézzük. Túl hosszú a jel. És a sárga is. Igen, az túl hosszú az a jel, mármint, hogy nincs elég repeater. Az a baj, hogy itt ide kell még egy repeater. Szóval akkor, hogyha most megint beaktiváljuk ezt, akkor most ez deaktiválni fogja ezt a jelet. Így. A másik jel, amit nekünk be kell itt tennünk, az az a lila. Szóval lilát kell nekünk itt megcéloznunk. A baj az, hogy ez ilyen multifázis dolog, már miket beszélek, szóval a valami ilyesmit kellene csinálnunk. A lilát meg kell itt hajtanunk. Ez jó ezzel. De... ennek csak egy bizonyos ideig szabadna, hogy világítson. Szóval én azt fogom csinálni, de beteszek egy hasonló clockot, mint amit láttatok ott is. Thank you.
Így, erről lejön egy repeater. És... ó, nem jó. Nem jó. Ide kell egy... ilyen rövidítő. Nincs elég helyünk. Hogy dolgozzon így az ember? Így, ez a jel le van rövidítve most már. És... ezt a jel rövidítőt meg kell hosszabbítani, tudom, ez így kicsit fura. De... most kell nekünk ide ez a clock. Azért nagyon advanced ez így. És jött a barna. Így. Ugyanerre a jelre nekünk rá kell tennünk. Szóval ez most csak annyi, hogy beküldjük, ráküldjük azt a jelet, ami a világos kékbe van letárolva. Ez semmi más nem csinál, és ehhez kell nekünk ezt a... jól van. Ez így egy kicsit durva lesz. Így, és... a lilára. Az a baj, hogy valami nagyon hasonlót kell nekünk majd megcsinálnunk, szóval... nem lesz ez egyszerű. A loadra és a storera, és nagyon kevés helyünk van rá. De igazából egyszer kell megcsinálnunk. Igazából az egyszerűbb lesz, mint ez. És ezután kell nekünk ugyanazt megcsinálni, ami majd a load le, ami majd a store lesz. És ha ez már nem ég, akkor jöhet az, hogy tehát ebből kell egy olyan, hogyha ez már nem ég, ez már nem ég. Igazából ez pont ugyanannyi ideig fog tartani szerintem. Na, nagyon menjünk át a másik videóba. Egy ugyanilyet kell ide csinálni.
Ez igazából lehet röviden. Még nem kötöttünk be egy dolgot, mert ez itt most be van lódolva, csak nem érkezik meg a jel. Szóval még egyet be kell majd kötnünk. Viszont ez lesz az, ami viszont el fogja menteni a megfelelő helyre. És ez nem lesz más, mint ami a kékben meg van jelölve, az így is úgy is jó. Szóval nekünk semmi más nem kell csinálnunk, mint ráküldeni ezt az írásjelre. És ennyi. Ez nekünk nem kell. Ez a cucc. Azért nem kell ez a cucc. Ez kétszer ennyinek akartam ám. Mert amikor a barna jön, az pont annyi, ami alatt ez végez. Szóval a barna jelet, azt... Az a baj, nekünk ezt a barna jelet össze kellene éselnünk azzal a jellel, ami ott van. Ami jó messze van innen. Vagy tényleg ezt csináljuk, hogy ennek a... Ez nagyon közel van. Ez nagyon-nagyon közel van itt. De megcsináljuk így akkor. Szóval kénytelen vagyok ezt így megcsinálni. Te mi vagy itt? Te voltál az előző. Szóval ez nem lesz más. Nem ide, hanem ide. Mint egy írásjel, ami a narancssárga. Az a baj, hogy ez egy nagyon rövid jel. Ez kevés lesz. Ezt szerintem ennyi időt nem fogja beírni. Raid? Ó, köszönöm szépen a raidet! Ó! Ez első raid, amit kaptam. Mit csináljunk itt? Az a baj, ennél sokkal hosszabb jel kellene itt. Mert ugye az ott meg van hosszabbítva, viszont amikor ez elalszik... Ó, kell egy kis átfedés. Nem szabad, hogy átfedés legyen. Majd csírelek egyet. Ezt most próbáljuk ki. Enélkül. Azt mondom, hogy... Ez így most dolgozik. Ó. Ez nem csinálnám semmit. Bizony, hogy nem. Igen. A probléma az, hogy ezek vannak rossz fordítva, beállítva. Mert ugye Rising Edge, Falling Edge, és ezt be kell állítani tök jól. Így, és akkor újra. Csináltunk egy clockot. Hogy csináltam én ide clockot? Az még mindig ég. Persze, hogy ég, az még mindig. Hogy vagy clock? Te nem vagy clock.
A baj az, hogy ez túl rövid, ez a jel, ami ide kerül. Szóval akkor én ezt úgy fogom megcsinálni, nemes egyszerűséggel, hogy ide ezt betoldjuk. Ez így elég veszélyes, igaz? Működni fog ez, vagy nem fog működni ez? Ez így működni látszott, látszik. Nézzük meg, hogy a sárga mikor beérkezik. Jó, akkor elalszik. Tehát ez így jó, csak veszélyes. A másik, amire kíváncsi vagyok, hogy hogy áll... Igazából ennek tök jó volt a Falling Edge. Így, ez most így folyamatosan világít, és most lett vége, és utána jön a barna, mi? Jóval utána jön a barna. Jóval utána jön. Srácok, nem tudom, mi legyen ezzel. Őszintén. Még azt sem tudtuk tesztelni, hogy ez így működik. Úgy tudjuk leginkább tesztelni, hogyha ebbe teszek egy jelet, hogy oké, menjél. Azt sem tudjuk, hogy mi van konkrétan ebben jel. Ebben most egy csupa nulla van. Leszámítva, hogy nem. De ebben egy csupa nulla van. Ennek kevésbé örülök, hogy ebben csupa nulla van. Mert így nem látjuk, nem látunk semmit. Lehet, hogy én most ebbe valami szemetet bele fogok tenni. Így. Jó, így van benne valami szemét. A lényeg az, hogy ennek az értéknek, ami itt van, ha bekapcsoljuk az olvasást, ugye ezen most annak kell lennie emiatt, így van, ezen be van állítva egy csomó bit, és ha én itt most bekapcsolom az olvasást, akkor az olvasásnak azt kellene mutatnia, az olvasás be van kapcsolva. Ami egyfelől jó, másfelől nem. Jó, nézzük meg az olvasást. Szóval ennek a legvégén kellene látnunk ezt az egyetlen egy bitet, ami még fogalmam sincs, hogy hol lesz. Mert nem voltam ennyire jó megfigyelő. Itt nincs bit, itt sincs bit, itt van egy bit alul. Ez egy alsó bit, amit olvasunk. Ez eddig jó. Tehát ez pontosan egy bit, amit ki van jelölve. Ezt a bitet fogjuk mi ráültetni valahogy az alura. Ugye jelenleg az aluból nulla jön ki, ezt itt is látjuk. Igen, az aluból nulla jön ki. Más kérdés, hogy az aluban valahol meg kellett, hogy jelenjen. Itt van ez a... Itt van. Nagyon jó. Szóval, hogyha egy logikai kaput csak úgy bekötünk, ami azt jelenti, hogy ezt a kéket kellene nekünk aktivizálni, ami azt jelenti, hogy ezen a piroson kell egy 0-1-et, tehát a távoli az 0, a közelebbi az 1, ami azt jelenti, hogy az az alsó. Tehát az alsóra kell küldeni egy jelet ezzel egy időben.
Szóval amikor itt mi olvasunk, akkor ezek, ezen kívül kell az alsóra is küldenünk egy jelet. Erre terjeszkedhetünk, erre nem lesz baj. Leszámít, jó, ez így jó. Így. Ez így nem jó. Ezt így elvágtuk, ezt a jelet. Így már jó. Szóval most meg kellett jelenjen az a bit, amit beállítottunk itt a kis körön. Elvileg a nagy körön is. És valamit látok a kis körön. Nagyon jó, itt van a kis körön a bit, amit beállítottunk. Tehát ez így már látszik. És ezután kell egy olyat csinálnunk, hogy villámgyorsan meg kell címeznünk nekünk valami másik regisztert, illetve el kell engednünk ezt az egészet, mert azáltal, hogy a kékben benne van az érték, nekünk csak ki kell írnunk, és semmi mást. És a nullás az pont egy olyan, ami nem regiszter. És mivel ez egy Falling Edge Monostable Circuit, ezért én elhiszem neki, hogy ez működni is fog. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Nagyon jó. Akkor csináljunk egy olyan utasítást, hogy be akarjuk szetelni, ami az egyes utasítás, ugye? Jó, most memóriát fogunk szerkeszteni. Nagyon egyszerű dolgunk lesz. Jó, szóval szeretnénk egyesre beállítani ezt itt. Ami azt jelenti, hogy... így. Így most egyes van beállítva ebbe a memóriába. És most is az, hogy melyik regiszterbe akarjuk beírni. Ez legyen a B regiszter. Ez data. Képes voltam datának elnevezni a B regiszter. Anyway, az azt jelenti, hogy itt kell lennie egynek, és mindenhol máshol nulla van. Igen. És írjunk be a B-be mondjuk egy egy 127-et. Meg 32-t. 128 meg 32-t természetesen. Ezt fogjuk beleírni, és utána le is fog állni a számítógép. Ha minden igaz, akkor most meg tudjuk azt csinálni, egyrészt a debugot visszakapcsoljuk. És utána le fog állni természetesen. Szóval... így, nem kell a debug. Nyomunk egy soft resetet. És nézzük meg, mi van most a B regiszterben. Egyébként itt Data-nak van nevezve, vagy B-nek? Data, nagyon jó, gyönyörű. Inkonzisztens elnevezés, szóval itt látjuk, hogy 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 van benne. Szóval amint megnyomjuk a startot, ez elkezd dolgozni. Soft resetet nyomtam? Nem tudom, nyomtam-e soft resetet. Nyomunk még egy soft resetet. Jó, és start.
elkezd dolgozni. Egy. Ugye kell látnunk egy kettőt. Ugye most ezeket a kábeleket nézem elsősorban, a világosakat. Ez most valamit írt valahova, és nem láttam, hogy én ezt nullának láttam, de lehet, hogy egyébként kettő volt, csak éppen beszéltem. Ez ott egy egyes, kettes. Így, jó. Eddig jónak tűnik. Most jön a hármas, és utána jön az, hogy végrehajtja ezt a dolgot. Megint volt egy írás valami miatt, ez nem tudom mennyire normális. Én nem vagyok benne biztos, hogy de kell az írás. Egy, kettő, három, nagyon jó. Ping. Nagyon jó. Jó. Jó az ütemezés, jó az ütemezés, és most hajtjuk végre. Ott látok egy jelet. Igen. Ping. És elvileg hagyjuk végre a többit. És azt kell látnunk. Ez nem írta be az adatot. Legalábbis ide biztosan nem. Ez maradt ugyanaz, ami volt. Ha valahova máshova beírta a 127-et, 128-at, bocsánat, ami mondjuk itt elég gyanús, hogy ide beírtuk. Nem, mert ez itt csupa egyes. Ez már múltkor is csupa egyes volt a loop. Nézzük végig az összes regisztert. Itt ez is gyanús, de ez az utasítás. Igen, ez a halt miatt lesz, szóval ez stimmelhet. Ez itt egy op 2, ami szintén nem baj, hogy az nem... Nézzük meg az utasítást? Nem, az biztos nem az. De egyébként igen, az a baj, hogy nagyon nehezen hallani őket. Mármint, hogy csak akkor hallod tényleg, ha közel vagy. Tehát elvileg egy olyannak kellett volna beíródnia. Mondjuk nem teszteltük ki ezt rendesen, na, az az igazság. Szóval ez most így le van haltolva, és ez így teljesen jó. Nem is küldtük vissza a jelet. Ami nem baj, mert így biztos, hogy megállt, és biztos, hogy ott állt meg. Akkor viszont nagyon nem jó, amit az opban van. Milyen utasításon állsz te? Ja, de vissza... Nem küldtük vissza. Milyen utasítás vagy? Milyen utasítást olvasott? Ilyen utasításunk nincs is. Tehát így... Rossz helyre lett beírva. Ez biztos. Ez időzítési probléma lesz. Szóval úgy tudjuk ezt leginkább debugolni, hát ezt ugye láttuk, hogy mi van akkor, ha itt ez felgyullad. Akkor konkrétan kiírja oda, amit ki kell neki. A baj az, hogy szerintem vagy nincs elég ideig, vagy nem elég későn van kiírva. Én ezt az írósdit, ezt ha lehet késleltetném. What? What? Ja, ez az. Igen. Ez késleltetve van, amennyire csak tudjuk. Ez egy nagyon jó Falling Edge. Azt nem tudom, hogy már a nullát írja ebbe. Nem hinném egyébként, hogy ez lenne a helyzet. Lehet igazából, hogy szoftverezeteljük, vagy nem kell szoftverezetelni igazából, ha...
hozunk még egy kábelt. Már pedig én hozok még egy kábelt. Ez a rózsaszín lesz. Nyilván itt nem tudjuk elhozni a kábelt. És persze, hogy pont útban is vagyunk. Úgyhogy ezt itt lejjebb kell hozni. Jó. Ezt a mérnöki pulttól szeretném nézni. És ez ugye az lesz, hogyha debug módban van, már pedig debug módban akarunk majd futtatni, akkor ez annyiszor fogja végrehajtani az utasítást, ahányszor megnyomjuk neki a gombot. Mindegy. Igazából nem baj, ha ez sok helyről elérhető ez a kábel. Nem a legszebb kábelvezetés, hogy ezt most csak így a semmiben húzzuk. Hopp, hello! Jó, akkor egy három blokkal odébb, please. Legyen itt. Én most stacket akartam csinálni. És nagyon messzire jutottunk tőle. Érted, nem, mert ez kell mind a stackhez, szóval. Nagyon jó. Valószínűleg a következő adásban lesz majd a stack. Amit igazából nagyon érdekes lesz, mert hát megvan hozzá minden alap, csak tényleg kell az, hogy legyen store meg load, mert ugyanazt le tudjuk másolni. Ugye annyit kell majd csinálni a stacknél, hát most elmagyarázom akkor nektek. Pont ugyanazt, amit itt csinálunk. Ugye az a lényeg a stacknek, hogy elment valami adatot, és aztán vissza lehet tölteni. Ez most így nagyon-nagyon nem volt jó megfogalmazás. Szóval a lényeg az, hogy időrendben el tud menteni egy adat. Tehát fogod? Igazából olyan, mint tényleg egy... Mi a stack magyarul? Te jó ég. Tehát egy kupac. De a kupac az más. Az heap. Nem, az a heap a kupac. Azért. Na, szóval a stackben az a lényeg, hogy amikor egymásra pakolsz dolgokat, tehát fogod, és belerakod azt, hogy 4. Aztán belerakod azt, hogy 6. Aztán azt, hogy 8. És amikor kiveszed belőle az adatot, akkor úgy tudod kivenni őket, hogy 8, 6 és 4. Tehát, hogy ilyen first in, last out rendszer a dolog, hogy amit először beleteszel, azt veszed ki utoljára belőle. Ennyi. Verem, köszönöm szépen, nem jutott eszembe, igazad van. Rég használtam magyarul ezt a kifejezést. Valami nagyon fura hangot adott itt ki. Ja, és most az a probléma, hogy ezt egyelőre nem akarom itt még bekötni. Még pedig azért nem akarom egyelőre bekötni, mert most ugye... Ó, köszönöm szépen a hostot! Mint mindig, elég gyakran hostolsz te engem, és nagyon szépen köszönöm. Hello! Jó, erre egy gombot fogunk tenni. Ezt a kart, ezt innen leszedjük, és...
Egy kicsivel, mintha jobb lenne egyébként a Redstone-nak a lagja, mármint, hogy kevésbé lagol. Nagyon remélem, hogy ez tényleg így is van, és nem csak érzetre van így, mert a múltkor rengeteget szenvedtünk azzal, hogy ez itt tényleg nagyon-nagyon lassú volt. Így. A debugot bekapcsoljuk. Így. Nyomunk egy soft resetet sajnos. És nyomunk egy startot. Ami ugye nem fogja végrehajtani nekünk most ezt a dolgot. Annyit csinál mindösszesen, hogy betölti. Poszt király fiának, a fiának az unokája. Na. Nagyon jó. Jó, ezt megvárjuk, amíg betölti, és megnézzük, hogy tényleg jó utasítás van-e benne. És egyébként itt már meg kell lassan jelenjen. Nekem ez nem tűnik jó utasításnak, amit végre akarunk hajtani. Nem, ez nem jó utasítás. Ez nem a jó utasítás. Ilyen utasításunk nincs. Valami elromlott, és marontottuk el, ez egész biztos. Mi van ebben a memória rekeszben? Itt egy egyesnek, nem, egy kettesnek kell lenni, és egy kettes van benne. És nem sikerült a kettes beolvasnunk. Mi van a nullás memóriában? El vagyunk csúszva! Autós játékokból egyedül a Need for Speed Underground 2-t szeretem. Jó, ide kell a kettes. Ezért nem működött, srácok. És itt 0-0-0-0-0-0-0, nagyon jó. És akkor a B-regiszterbe szeretnénk tenni. Nem, ott? Várjatok. Nem. A reset az 1. Tehát az 1-nek kell lennie benne. Rosszul csináltam. Így. Itt kell lennie a 2-esnek, és itt kell lennie... Hát benned meg mi van? Na, lássuk. Az itt az egy, mert hogy a reset. Reset helyett set. Ezt tudjuk. Itt van a kettes, hogy a data regiszterbe menjen. És itt van ebben egy olyan jel, hogy 1-1-0-0-0-0-0-1. Jó, én elhiszem, hogy az jó lesz. Jót nézek én? Szerintem nem jót nézek megint. Ez itt a nullás regiszter. Az a nullás regiszter, ez az egyes. 2-es és 3-as. De, jót nézünk. Akkor jó volt benne eddig is. Nem igazán szeretem az autós játékokat, mondom, köszönöm. Hova akarok menni? Mit akarok látni? Az a kérdés. Azt akarom látni, hogy mi van ebben jelenleg. Ebben jelenleg... Mi? Jó, nyomjunk egy soft resetet, próbáljuk meg újra betölteni, én azt mondom. Jaj, nem lesz ez így egyszerű, ha ezt így... Egy lépést előre, kettőt hátra. Soft reset. Működik a... Soft resetnek működnie kell, azt próbáltuk már egy csomószor. És most nyomjunk egy startot. Azt kell látnunk, ennek itt be kell töltenie, ez tök random, amit betöltött megint. Ez teljesen random. Nem, most jó.
Most a jó van betöltve. Nem tudom mi volt, lehet, hogy a szoftverezet nem működött, lehet, hogy nem jó... Mi? Az előbb jó volt, és elromlott valamiért. Itt valami időzítési hiba van. Itt valami időzítési hiba van, gyerekek. Nem ezt kellene kiválasztanod. Minden adatot ide tölt be. Ahelyett... Az egy squid. Itt van egy... Egy. Tehát ez tök jól beolvasta ide, de valamiért az utasítást is felülcsapta, és azt nagyon nem kellett volna neki. Nézzük meg azt a vonalat, amelyik az utasítást választja ki. Ugye ez ennek... Emiatt elrontottuk volna ezt? Tehát most csak kíváncsiságképpen. Ez így jó. Ez így jó. Ez így jó. Jó, én most nem értem, mi van itt. Nyomjunk egy szoftverezetet, és újra töltsük be. Mert látjátok, hogy betölti, de valamiért felülcsapja azt is, amit nem kéne ott neki. Szoftverezet. Startot nem itt fogjuk megnyomni, hanem majd ott. Mert akarom látni, hogy ezen a kiválasztó vonalon mi történik. Valamiért ide is, oda is beírjuk. És ez nagyon-nagyon nem jó. Jó, és akkor most szeretném... Nem is jó helyre megy ez. Jaj, ezt nem ide kell. Ez nem a végrehajtás, ez a betöltés. Ja, ezt rossz helyre kötöttem be, ezt nagyon rossz helyre kötöttem be. Ezt igazából ebbe a gomba kell bekötni. Már jó lesz. Illetve még mindig nem lesz jó. Szóval most soft reseteltünk. És most kell megnyomnunk tényleg ezt a gombot. És ezt akarom figyelni. Igen, az most a fekete. Az volt a fura, hogy ott tényleg kétszer írtunk mindent. Ez egy egyes. Aztán jön egy kettes. Jó, igen, az megint ott jön. Ez 1.13.1. Legújabb. Nagyon friss. Most egy kettesnek kell lennie, tehát a pont, amin a kurzor van, annak kell felvillannia. Igen. Aztán megint a feketének kell mennie. És most a hármasnak kell lennie. Én itt nem láttam hibát. Nem volt olyan egyszer se, és most a feketének már nem kell. Ha minden igaz. Igen, tehát ez készen van.
lassan menjünk, de igen, ez készen van. Látjuk, hogy betöltötte, és ha nem jót töltötte be. Tudnám miért. Jó, ezt a zenét én ezt el fogom most hajtani. Ez nagyon nem segít a koncentrálásban. Nézzük meg, mi van azért itt a memóriában, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez is a 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, és a végén vannak, itt van egy 1-es, meg ott 2, igen. Tehát ez valóban betöltötte még egyszer ide. Tudnám, hogy miért? Ugye, amikor írjuk, akkor ezen küldjük el a jelet. Így, tehát amikor ez szól, ez az, ez ó, te jó ég, ebből nem fogjuk kitalálni, hogy mi, melyik a jó. Jó, én tolok egy soft resetet. És nézzük, hogy hol van írás. Jobb ötletem nincs. Soft reset. Start. Itt látnunk kell, elvileg amikor a két középső van, így van, pontosan most. Akkor írjuk. Miért választottad ki? Ez nem tetszik nekem. Ugye azt láttuk, az egész jól látszik, hogy amikor a kettő... Nem, az a cím. Az jó, hogy azt írjuk sokszor. Azt kell sokszor írni. Lehet, hogy azzal van a baj, hogy nem azt... Igen, ez lesz a baj. Ugye, amit a kéken jön jelenleg, nem, az nem az. Itt valamit én hackeltem? Biztosan nem. Az, hogy ebbe a zöldbe beleírjunk, az ugye ez a sárga jel. Ez nincs hackelve. Ez teljesen eredeti. Hekkelve van-e az, hogy itt gyémántba írjunk? Gyémántba írás nincsen hack. Ezek itt egyik sincs hekkelve, tehát ez teljesen jól kellene, hogy működjön. Nézzük, mit csinálunk. Amikor itt vagyunk,
ugye akkor is elindítjuk az egészet, viszont kijelöljük, hogy ezekbe fogunk írni majd. Azoknak az írásának a kijelölése, ezt kellene megnézni igazából. Szerintem az a baj, hogy tovább írjuk. Szóval arra, amikor itt írást küldünk, itt a leges legvégén, ezt ne kellene rövidítenünk. Én ebben egészen biztos vagyok most. Hogy ez így nem lesz jó. Csak nem így. Ez így megint rövid lesz. Legyen egy kicsivel hosszabb ez a jel. Így azon nagyon hosszú, és akkor ezt a jelet kell nekünk ide lehoznunk. Akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teszek ide egy repeatert. Jó. Nézzük meg, így is rossz-e. Az egész számítógépet mennyi ideje építem? Hát most naptárilag több mint 2 éve, de hogy mennyi időt tettem bele, azt sajnos most akartuk megnézni, és nem tudjuk, mert ugye update-eltem a Minecraftot, és ez sikeresen lenullázta a számlálóját. Úgyhogy, hát nem tudom, egy olyan... Most már azért 3 napot beletettem. Jó, azt válasz ki. Nagyon jó. És maradj így, kérlek. Most le van rövidítve az írás, és működött az írás. Egyszer. Egyszer már biztos működött az írás. Szerintem az a probléma, hogy amikor elvesszük a jelet, még az írás még mindig megy. És ez okozza a problémát. Nem ez okozza a problémát. Valami más okozza a problémát. Valami egész más. És nem tudom mi. Nem, egyszerűen nem jövök rá. Most valamiért ez van kijelölve. Az teljesen jó, hogy ez van kijelölve, mert ez már a második, és aztán jön a teljes értelmet, az utolsó. Igen. Tudjuk, hogy mit csinál, azt, hogy miért, azt nem tudjuk. És ez még meg van akadva ebben a fázisban ráadásul. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy itt ez minden jól működik. Mert ez a zöld, az ki van kötve. Ami nem baj, hogy ez ki van kötve. Helyettem egy odajel, tehát ez itt most át lett vezetve, ami... Próbálok gondolkozni azon, hogy mi lehet a baj. De egyszerűen valamiért beírja még egyszer, és valamiért csak ebbe írja be. Most ne szórakozol velem? Ebbe is beírta. Ezt nézzük meg. Egy csomó regiszterbe beírta ez. Ez itt. Ez egyáltalán nem logikus. Ez egyáltalán nem logikus, hogy ezt miért csinálja. Eddig olyan szépen működött.
egy csomó regiszterbe beírja. Ennek kéne vezérelni a regisztereket. De hogyha ez elalszik, és ez le van rövidítve, mégpedig nagyon. Most oké, most be fogunk írni valamit. Teljesen mindegy. Igen. What is happening there? Mondjuk lehet, hogy így kellett volna rövidíteni a jelet. De ez így nem jó, mert ez így Falling Edge. Nekünk Rising Edge kell. Így. Tehát ha én ezt megnyomom. Nagyon jó. Ezt pont így akartam. Akkor most megint rezeteljük. És most remélem, hogy tényleg ez volt a baj, hogy egyszerűen túl hosszan írtunk. Ez az írásnak ez nem tesz jót, hogy ilyen sokáig nyitva van. Az egész biztos egyébként, tehát ezt nem is itt kéne levédeni, csak egyszerűbb itt levédeni, és akkor mindenki magának állítja be. És nagyjából most kellene itt megjelenni a egyesnek. És megjelent az egyes. És nézzük tovább, hogy mi történik. Itt történik egy írás. És már ugrunk is a következőre. Itt valami szemét van. Ez most valami teljes szemét. Rosszabb, mint volt? Most történik a harmadiknak a betöltése. Nem értem, mi történik. Egyszerűen nem értem. Ehhez hozzá se nyúltunk. Jó, és végzett. És gratulálok, mert valami teljes sületlenség van itt. Most már nem is az van itt, mint eddig volt. Mi van a címünkben? Milyen címről olvastuk mi ezt be egyáltalán? Ennek háromnak kell lennie. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Ez három. Tehát ez jó. Ebben teljesen jó van. Oké, most akkor az a kérdésem, hogy de nem írjuk be egyáltalán. Akkor írj-e valamit ebbe a regiszterbe. Tehát most innen indulunk ki, legalábbis én innen indulok ki, hogyha így is ír bele valamit, akkor nem az az írás az, ami a rossz, hanem van valami más, ami írni akarja ezt a regisztert. Soft reseteljük. Megvárjuk kicsit, mert lehet, hogy az volt az baj, és akkor most start. Ennek most tök változatlannak kéne lennie. Látjuk, hogy ott csak a 1, 2, 3, 4. bitünk.
Lehet, hogy hosszú ez az írásjel, nem tudom. Nem, ez nagyon úgy néz ki, hogy az az egy írás, amikor ez elromolhat. Mert látjátok, hogy ez dolgozik közben. Most kellene írni, de nem írunk. Mert ugye letiltottam az írásjelet. Nem, ez nem fog már változni. Ez viszont azért nagyon fura, ez most tényleg le van rövidítve. Akkor rövidítsük le jobban. Ennyire. Jó, én még nem jöttem rá, hogy mi a baj. Igen, lesz Sky Factory. Valamikor lesz majd. A jövő heten még fogalmam sincs, hogy fog kinézni. Úgyhogy most egyelőre egy kis időt kérek, hogy kicsit rendbe szedjem a dolgaimat, de elvileg egy 2-3 héten belül tudok mondani egy olyan állapotot. Nem állítottam vissza az írást, mi? De visszaállítottam. Jó. Még mindig az a valami van benne, ami nem tudom honnan jött. Nagyon szeretném látni, hogy ez megváltozik. Most mi történik? Ez már a második, aminek... Ugye itt kellene látnunk majd jelet. Ott van, csak a jobbon megy. Csak a jobbon megy. Tehát nem keverednek össze a jelek. És most mind a kettőn kell, hogy itt jöjjön. Igazából ezt fogjuk figyelni. What? Ja igen, így az, amikor semmi nincsen. Az az, amikor a fekete van. Egy pillanatra felvillan ez is. De tényleg csak egy pillanatra. Mert ezek a jelek nem egyforma hosszúak. Úgy tűnik. Ezek itt párba vannak. Ezek is párba vannak. Ezek is párba vannak. Ezek is párban vannak. Ezek is. Ezeknek ugyanolyan hosszú jeleknek kellene, hogy legyenek. Nem. Azok ott párban vannak, az oké. Okay. Igazából ezek is ugyanolyan hosszúak. Ezek is ugyanolyan hosszúak. Semmi baj. Semmi baj. Gyakorol csak. Én azt el tudom képzelni, hogy valamit égve hagytunk. Akár itt. Hát ezt elég szép lesz végignézni, mondjuk annyira nem durva. Nem, ott nem ég semmi. Itt sem ég semmi. A harmadiknál
Ott az miért ég? Ja, az jó, hogy ég. Az a lényeg. A 0, 1, 2 és 3. Hát ezeknél nem maradt égve semmi. És ez nem függ össze a címzéssel, és az a durva, hogy ez eddig működött, ha valamit csak elrontottam én is. Mert ha a címzéssel lenne baj, akkor már ezt nem tudnánk megnövelni. Már pedig ezt meg tudjuk növelni, és az jó is lesz tőle. Illetve nem, akkor azt kellene látnunk, hogy ott nem az történik, aminek kellene, de ott konkrétan az történik. Itt... Itt nem nyújtunk semmihez, itt nincsenek kapcsolóink. Hát most nagyon vakarom a fejem. Azt eléggé valószínűtlennek tartom, hogy ez okozna bármi problémát itt. Ez itt nem tud problémát okozni. Legyen az, hogy nyomunk még egy szoftrezetet. Megnézzük ezt a barna vonalat, mert eddig jó volt. Ez eddig működött. És akkor már ezt az írást is növeljük meg. Egy kicsit, mert én ezt egy kicsit kevésnek tartom, amennyi ideig írunk. Így. Jó. Indítsuk el és figyeljük a barna csíkot. Itt ezt a barnát figyeljük. Meg itt a feketét. Így van, fekete megy. Most a memóriából akarjuk a címet, azért, hogy megnöveljük, és azt be is írjuk. Majd ezután jön az, hogy ott beírjuk, igen, pontosan oda. Utána megint a fekete jön. Ja igen, ez jön, utána jön a fekete. Igen. Majd elalszik. Jön megint az. És jön a másik sárga. Igen. Én ott alul láttam valamit. Az egy írásjel visszajövetele volt. És most kell mind a kettőnek. Most kell mind a kettőnek. Persze, hogy teljes hülyeség van itt is. De egyébként konzisztens, hogy mi van benne, csak nem tudom, hogy ezt honnan veszi. És akkor most fogom leállítani a zenét egy picit. Mert most hallgatni kell, hogy mikor mi történik.
Igen, ez jó. És akkor szeretném, ha azt a jobb oldali kábelt, és bim. Innen nem hallani az írást. Miért nem hallani innen az írást? Ez nagyon korai volt. Ez rettenetesen korai írás volt. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon korai írás volt. Itt ezt ki kell tolni, ezt a jelet. Ennyivel legalább. És akkor most újra. Jó, nézzük. Ide jövünk, hogy halljuk. Ez egy megint egy korai írás volt. Mondjuk nem baj, a lényeg az, hogy mikor alszik el. Jó, ez talán jobb. Ugye a második írások azok, amikor a regiszterbe írunk. Igen. Ezek még mindig korainak tűnnek. Nem jó az, ha korán írunk. Ennyire nem jó, ha korán írunk. Felülcsapja az értékeinket. Ez így már jobb, de még mindig nem jó. Igen, persze, hogy nem jó. Az a baj, hogy a mi írás itt történik. Már itt, már ez se jó. Szóval, amikor innen jön nekünk ez a jel, itt ez fel, ja igen, az az. Így ez. Mikor küldjük ezt írni? Itt küldjük írni. Hát, öregem, ez... Ott? Melyik az írójel? Az. Hol írjuk ezt? Szóval... Engem az érdekel, hogy erre a vonalra... Hol kerül adat? Így. Ez egy olvasás. Az ki van zárva, hogy nem írunk rá.
Ez egyszerűen lehetetlen. Itt ez az összeadás. Igazából akkor írtunk, amikor ez a második kerül be. Na várjál. Na várjál, várjál, várjál. Szóval, első lámpa, második lámpa. Amikor a második lámpa kigyullad, akkor küldünk ide egy jelet, és ezen kívül, ez az olvasáshoz kell, ezen kívül küldünk ide egy jelet, aha, ez a fekete, igen, és ez a fekete, ami egyébként nagyon-nagyon későn érkezik, ahhoz képest, hogy mikor küldjük az, hol írjuk ezt? Nem látom, hogy hol írjuk. Tehát amikor ezt a feketét kiküldjük, ezzel egy időben küldünk egy másik jelet, ezt kellene megtalálni. Most itt nagyon úgy néz ki, hogy itt küldünk, de ez egy olvasás. Dude. Is it? Na várjál. Narancssárga. Narancssárga. A narancssárga az írás. Akkor van egy pár kérdésem. Ez hogy működött eddig? Szóval narancssárga az írás. Ez egy pár dolgot megmagyaráz. Pár dolgot nem. Az, hogy ezt lerövidítettük, ez teljesen mindegy. Mert ez olvasás. A probléma itt azzal van, hogy mit írunk. Így. Ezzel lesz a baj. Ezt kellene kitolnunk. Toljuk ki egyedül ennyivel. Meglátjuk, mi lesz. Ó, dehogy nem. Megtudjuk, de nekem egyébként mindig korainak tűnik az az írás. Ami lépteti a utasítást. Az nekem nagyon-nagyon korainak tűnik. Tehát most, ha itt nézzük... Látjátok, és utána történik ez. Tehát ezt mindenképp lassítani kell. Ezt is lassítani kell. Ezt sokkal lassabbra meg kell csinálni. És még mindig van írásjel. Te jó ég, milyen hosszan írunk, ezt így nem szabad hagyni. Egy repeatert beletettünk, attól nem lesz sokkal jobb. Hopp. Így. És a másik írójel... Honnan jön? Honnan jön a másik írója? Innen jön a másik. Ez a másik írójel. Ennek ennyi kevés lesz, az biztos. Jó. Ez még mindig nagyon-nagyon kevés.
Meglátjuk. Meglátjuk, javul-e bármit is. Na, itt most már más hülyeség van. 5 néző. Wow! Sziasztok! Igen, lekapcsoltam a zenét, mert most nagyon kellett gondolkodnom. Nézzük meg, hogy mennyit változik a helyzet így. Nem értem, hogy eddig hogy működött. Valószínűleg úgy, hogy nem voltak olyan beállításaink. Ez már majdnem jó. Még mindig korai. Nézzük a másikat. Ez most jó. A probléma az, hogy túl hosszú. Ez a jel. És én remélem, hogy most jó van benne. Nem, nincsen benne jó. Egy csupa egyes. Nem. Nulla van benne. Miért van benne nulla? Neked egyesnek kéne lenned. Egyesnek, és nem nullának. Megnézem, hogy mi van most a memóriában. Memóriában. Ragyogó, ezt valahogy sikerült kitörölnünk. Ez itt csupa nulla. Azért van benne nulla, tehát ez most már működik, csak valahogy felülírtuk a memóriát. Memory corruption. Na, szóval ott a nullás. Ez itt az egyes. Az egyesbe szeretnénk betenni azt, hogy egy. A kettesbe szeretnénk betenni azt, hogy kettő. Abban kettő van. A hármasba meg valami nagy értéket. Ebben ez most egy, egy, nulla, 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 nulla. És ez nem tudom, hogy lett nulla. Egy. Így, ez le van kódolva. Pont. Így. Nyomunk egy soft resetet, és megpróbáljuk újra betölteni. Könnyen lehet, hogy ez így most már jó lesz, mert ugye legutóbb kitöröltük a programot, amit írtunk. Már fejből tudom a programot, amit írunk, már mint hogy binárisan, mert nem azt mondom, hogy annyiszor be kellett írni. Jó. Nézzük a sebességet. Ez szerintem határeset, és jónak tűnik. Azt nézzük, hogy mennyire hosszan ég ez. Nagyon-nagyon hosszú. Annyira nagyon nem, de okozhat gondot. Nézzük az eredményt. Ez így nagyjából jónak tűnik. Nagyjából azt csinálja, amit elvárok tőle. Miért van benne csupa egyes? Nem csupa nulla. Miért nulla? Nézzük meg a memóriát. Valószínűleg kinulláztuk valahol. Amit nem igazán értek. Hogy miért nulláztuk ki. Hát ja, ez így ki van nullázva. Nagyon nem örülök.
valamiért ez a memóriavédelem dolog, ez nem működik. És erre nem megoldás az, ha kikötjük a memóriából az írást. Szóval momentán... Ugye itt van átkötve az írás-olvasás. Ez itt az írás. Lehet, hogy ezt a múltkor benéztem. De nem lehet ennyire benézni ezt. Már mindehogy nem. Csináljunk egy kísérletet. Azt mondom, hogy írjunk. Agyavilág! Agyavilág! Ez nem jó! What on earth? Ja, semmi. Ostoba vagyok. Így. Így már jó. Mákos a green screen, igen, egy kicsit az. Most ez így nem volt a legjobb beállítási lehetőség nálam, és... Szóval mi írni akarunk. És szerinte ez az írás... Engedj ide. Az írás, az jön ide. Ez itt a write. Jó. Csak tudnám, miért kellett ennek a színét megcserélni itt. Ja, mert nem akartam újra felépíteni. Azért. De ez így teljesen jó. Tehát ez most írás, ami ide jön. És azt kell látnunk, hogy ezt írja. A repeater lockoknak, repeateröknek így van, szabadon kell lenniük. Szóval gyakorlatilag, ha én ezt aktiválom, akkor ezt is kinullázzuk így. Igen, pontosan. És így meg le van lockolva. Jó. Ebbe kellett az egyest írnunk amúgy is. Az a baj, most akkor ezt megmutatom, hogyha ezt most húzigálom, nem ezt a, ezt. Szóval alapvetően kettő dolgot tudok állítani, és ez leginkább itt a white balance, ami most nem látszik, tehát az a baj, hogyha erre húzom, akkor a, ez lesz, mákos, ha erre húzom, akkor meg a green screen lesz mákos. Szóval a kettő között van valahol a jó. Most ez ilyen. Nem teljesen homogén egyébként a zöldem, szóval az is probléma. Rengeteg probléma van itt. Lassan befejezem egyébként a streamet, ne aggódjatok. Viszont erre még rá akarok jönni, hogy miért írjuk. Amikor mi itt írunk, az lesz a baj, hogy itt, ó, várjál, mi van? Itt erre csináltunk egy jelet. Pont ezt a jelet csináltuk, ezt a kéket, aminek akkor és csak akkor kell működnie. Nézzük, ez így, ha jel alatt van. Igen, tehát ez azt jelenti, hogy nincsen kijelölve semmi, ahonnan írni vagy olvasni akarunk. Is this right? Az a baj, hogy ez lehet, hogy nagyon-nagyon lassú. Szóval ez így most helyes. Ez amúgy mi ez? Számítógép.
A probléma szerintem az lesz, hogy ide jön a jel, onnan visszamegy, és ő már elfelejti addigra, hogy itt, illetve nem ér oda a jel addigra, amire írni kellene, és így nem tudja, hogy nem szabad írni. Nem, nem viszi. Ezt úgy tudjuk talán megoldani, hogy... Mi itt bekapcsoltuk a memóriát, igaz? Bebizony. Miért kapcsoltuk be a memóriát? Azért kapcsoltuk be a memóriát, mert olvasni akarunk belőle. És az kitörli. Oh my god. Ez bad design. Ez okozza a gondot. Ez okozza, amit újonnan csináltunk. Azért okozza ez a gondot, mert ez így kijelöli. Amúgy a nullásra írtuk volna be eddig. Nem. Mi van? Nem. Ez itt az a kérdés, hogy mit engedélyezünk. Egyszerre nem szabad engedélyezni írást és olvasást. Tehát olyat kellene csinálni, hogy az olvasásnak prioritása legyen, mint az írásnak. Az írással szemben. Tehát, ha mind a kettő jön, akkor letiltani az írást. Mert amikor írunk és olvasunk, akkor biztos, hogy nem a memóriába. Hát nem biztos. Kellene egy olyan vezeték, ami megmondja az irányt. Jó. Ezen még gondolkoznom kell. Nagyon nem szeretem ott abba hagyni a streamet, hogy valami éppen nem működik. De remélem, hogy jövő csütörtökön fogok tudni streamelni nektek. És addigra ki fogom én ezt találni, hogy hogy legyen. Vagy az lesz, hogy ezt itt külön fogjuk bontani. Szegény Eszti. Mert ugye itt ez két irányba megy, ez az írás, olvasás, de nekünk alapvetően sokkal kevesebb esetben kell a memóriából, mint a regiszterekből írni és olvasni is. Szóval lehet az lesz a megoldás, hogy ezt itt el fogjuk vágni két részre, és lesz egy memóriaírás olvasás, meg egy regiszterírás olvasás bit. És ha ezt megcsináljuk, akkor ezeket tök függetlenül tudjuk kezelni. És ez azért jó, mert tényleg azt tudjuk mondani, hogy jó, akkor memóriából olvasok, regiszterbe írok, és akkor ezt szépen lemecseli. Jó, szóval azért, szóval pont ez a baj, hogy egyszerre megy az írás-olvasás. Elvileg meg tudnánk azt csinálni, hogy az írást, ez nem igaz. Mert oké, hogy kitörli a programot. Nem tudom, hogy mit... Nem, az a baj, hogy ilyenkor tényleg szemét az, ami bekerül. Jól van. Szóval akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és nem tudom még, hogy mikor találkozunk legközelebb. Jó éjszakát, jó pihenést, és lassan jön a hétvége, és itt a suli. Sziasztok!